Augusztus 15-től jelentősen megemelkednek a közigazgatási bírságok, olvasható a magyar közlönyben. A mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel, valamint a gyalogos zóna megszegése esetén a jelenlegi 39 ezer forint helyett 47 ezer forintos büntetésre kell számítani. A törvény szerint tettenérés esetén nincs lehetőség figyelmeztetésre, mindenképpen meg kell bírságolni az illetőt a körülményekre, életkorra való tekintet nélkül. A büntetést méltányosságból elengedni vagy mérsékelni sincsen jogi lehetősége az önkormányzatoknak. A tapasztalatok szerint sokan nem tartják be az egyértelmű, hosszú évekkel ezelőtt megállapított szabályokat a belvárosi kerékpározás kapcsán. A gyalogos zóna megszegése, a sétáló emberek közötti biciklizés, egyéb járművel történő közlekedés rendkívül balesetveszélyes a gyors haladás és a hirtelen irányváltás miatt, éppen ezért tilos. A székesfehérvári közterületfelügyelet munkatársai folyamatosan dolgoznak, és napi szinten több időpontban és helyszínen végzik az ellenőrzéseket. Amennyiben valakit megbüntetnek, a bírságot 30 napon belül meg kell fizetni a helyszínen kapott sárga csekken vagy banki átutalással. Ha az egyösszegben történő kifizetés nagy terhet róna az illetőre, lehet kérni részletfizetést papír alapon vagy e-mailben. Kérik a szülőket, hogy a szabályokra és azok betartásának fontosságára különösképpen hívják fel a gyermekek figyelmét, hiszen a szabályok és az esetleges szankciók rájuk is vonatkoznak.